Ülésezett a megyei közgyűlés. Tiszalökön elfogadták a NAV tavalyi évre vonatkozó beszámolóját, és az új területrendezési terv előkészítéséről is döntöttek. Oklevél átadó ünnepség. 360 végzős hallgató vehette át oklevelét szombaton a Nyíregyházi Egyetemen. Útépítés. Fél kilométer hosszan újul meg a Blaha Lujza sétány Sóstó gyógyfürdőn, a mellette lévő gyalog és kerékpárúttal együtt. Elfogadta a megyei közgyűlés a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának tavalyi évre vonatkozó beszámolóját. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A NAV egyre inkább a szolgáltatói szemlélet irányába tereli tevékenységét, mellyel célja többek között a versenyképesség növelése, valamint a fekete gazdaság visszaszorítása. A közgyűlés tiszalöki ülésén számos napirendi pont között igennel voksolt még Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új területrendezési tervének előkészítésére is. A napirendi pontok előtt a megyei közgyűlés az elmúlt napok rendkívüli eseményeiről, a viharkárokról és az elhárítási folyamatokról tartott beszámolókat hallgatott meg. Ezt követően a napirendi pontok között elfogadta a NAV tavalyi éves beszámolóját is. Soltész József, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Vám és Pénzügyőr igazgatóhelyettese foglalta össze a megyei közgyűlés számára a hivatal 2018-as tevékenységét. Külön kiemelte a szemléletváltás eredményeit, a támogató jellegű ellenőrzések és a felszólítások gyakoriságának eredményeit, valamint az új adózók számára biztosított mentorprogramot is. A képviselők méltatták az Adó és Vámhivatal munkáját, kiemelve az egyre szélesebb tevékenységi kör és a növekvő felelősség súlyát, és kérdéseket tettek fel többek között a korrupciós ügyekről, a letartóztatásokról, valamint a hétköznapi ügymenetekről is. A Dorján Béla, jobbikos képviselő többek között a hivatal technikai felszereltségére, a házolós árusítók illegális tevékenységeire és az áfa törvény viszontagságaira hívta fel a figyelmet. Feltettem néhány kérdést a beszámolót megtartó ezredes úrnak, amelynek egyik része arra vonatkozott, hogy hogyan lehetséges az, hogy ilyen mértékű a cigaretta fekete kereskedelme Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. És ez pont azért volt érdekes, mert a megyei rendőrfőkapitányi beszámolókor is feltettem ugyanezt a kérdést, akkor egy viszonylagosan kitérő választ kaptam, mely arról adott a bizonyságot, hogy nem feltétlenül a rendőri szervek feladata, a jövedéki bűncselekmények felderítése, kiderítés, stb. Erre szerettem volna most választ kapni, és ugyanakkor pedig azt is megtudhattuk, hogy bár kielégítőnek mondhatóak a technikai eszközök, ugyanakkor korán sem megfelelőek, hiszen hogyha megfelelőek lennének és hatékonyan működne akár a határrendészet, vagy akár a vám és pénzügyőrség tevékenysége, ezt tessenek úgy érteni, hogy technikai és emberi létszám feltöltöttségével együtt, akkor nyilvánvalóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében roppant nehéz, vagy egyáltalán nem lehetne hozzájutni azokhoz a jövedéki termékekhez, amit most garmadával lehet cigi formájában és egyébként szeszesital formájában megvásárolni tulajdonképpen bármely településünkön. Ezt követően a nyilvános ülés szakaszban a közgyűlés elfogadta még a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új területrendezési tervének előkészítéséről szóló javaslati fázisának módosítását is. Ennek eredményeként új fogalomkészleteket vezetnek majd be, hangzott el a napirendi pont ismertetésén, ami többek között azt is jelenti, hogy várospárok együttműködési kiemelését, speciális terület használati lehetőségek meghatározását és turisztikai övezetek kiemelését is előkészítik a következő területrendezési tervben. A megyei közgyűlés valóban egy nagy jelentőségű dokumentumot tárgyalt, új rendezési terv készül a megyére. A terv a mostani ütemezés szerint jövő év márciusára lesz kész. Ennek a tervezési folyamatnak az előkészítő fázisát fogadta el a megyei közgyűlés, ami egy olyan alapozó dokumentum, amire a következő hónapok tevékenysége épül. Erre a dokumentumra, ennek a megállapításaira fogjuk alapozni a társadalmi egyeztetést, az önkormányzatok bevonását, a társadalmi civil szervezetek bevonását a tervezés folyamatába, és ennek eredményeképpen reméljük, hogy egy valóságos talapzaton nyugvó rendezési tervet tudunk aztán elfogadni a folyamat végén. Sesták Oszkár hozzátette, további cél, hogy a legkeletibb megyeként az úgynevezett keleti kapu szerepét is betölthessük. Ez nagyon fontos szempontja a tervnek, hogy három országgal vagyunk határosak. Szlovákiával csak egy 5 kilométeres határszakaszon, de arra is
abba az irányba is nyitott a megye, és fontos tekintettel lennünk nem csak az országon belüli térszerkezeti kapcsolatokra, hanem az országon túlnyúló szerkezeti kapcsolatokra, és hát ebben méltán alapozhatunk a keleti kapu szerepkörre, hiszen olyan fontos közlekedési folyosók mennek át Ukrajna felé elsősorban, de az Észak-Erdély elérő 49-es gyorsforgalmi, reményeink szerint majd egy gyorsforgalmi út is egy nagyon jelentős térszerkezeti kapcsolatot jelent, tehát így a határmenti fejlesztésekre, határmenti együttműködésekre különösképpen figyelnünk el a tervezés folyamatában is. A közgyűlés a nyári szünet előtti utolsó ülésen minden napi rendi pontot elfogadott. A soron következő közgyűlés szeptember 2. felében lesz esedékes, de augusztus 20-a utára terveztek még egy rendkívüli közgyűlést is. Közel 600 hallgató tette le sikeresen záró vizsgáját a 2019-es tavaszi vizsgaidőszakban a Nyíregyházi Egyetemen. Közülük 360-an kaphatták meg az oklevelet a szombati ünnepségen. A megfelelő nyelvvizsga hiánya még mindig problémát jelent a hallgatók számára, pedig az egyetem több lehetőséget is kínál számukra. Virágcsokrok, ajándéktáskák, lufik és 360 taláros hallgató a Nyíregyházi Egyetem Kodály Zoltán Kulturális Centrumában. Szombaton tartotta oklevél átadó ünnepi szenátusi ülését a megyeszékhely felsőoktatási intézménye. Az ünnepi beszédeken elhangzott, az oktatók háromnegyede tudományos fokozattal rendelkezik. A tőlük kapott, hosszú távon használható tudást sikeresen használják fel a hallgatók. A Nyíregyházi Egyetem diplomája ezért kiváló alap, és az intézmény empatikus értelmiségi diákokat ad az országnak. 591-en tettek sikeres záróvizsgát, oklevelet azonban csak 360-an kapnak. Természetesen ez a hiányzó 231 fő azt jelenti, hogy nem szereztek nyelvvizsgát. Azonban azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a Nyíregyházi Egyetem igyekszik minden lehetőséget megadni a hallgatóknak arra, hogy megszerezzék a végzésre a nyelvvizsgát. Például annak idején részt vettünk a diplomamentő programban, ami sikeresen zárult. Azon kívül tanév közben C-típusú általános és szaknyelvi szemináriumok, kurzusokon is részt vehetnek, tehát tanulhatják, sőt még nyári tanfolyamok is vannak, amelyeken megszerezhetik a tudást és megszerezhetik ezt a bizonyos nyelvvizsgát. Akik 2013 előtt végeztek, azok is visszamehetnek a Nyíregyházi Egyetemre, és egy könnyített nyelvi vizsgán teljesíthetik a hiányt, ezután már átvehetik a diplomájukat. De nem csak a nyelvvizsga feltételei szokták megnehezíteni a hallgatók életét. A folyamatos kitartás és a folyamatos tanulás összeegyeztetni a dolgokat, a tárgyakat, a gyakorlatot. A terveim, szeretnék általános iskolában tanítani alsó tagozatban gyerekeket, amennyire ez lehetséges. Csecsemős kisgyermeknevelő, levelező szakon végeztem. Hát, amit a legnehezebbnek mondanék, az inkább az, hogy munka mellett csináltam, és ez így azért nagyon nehezebbé tette ezt az egészet. További terveim, maradok továbbra is a bölcsödében dolgozni, aztán hasznosítom az itt tanultakat. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, Nyíregyháza és térsége kiváló ütemben fejlődik, a város országos szinten is egyre vonzóbb, ezért biztosan lesz helyük a Nyíregyházi Egyetemen végzetteknek. Az alkalmazott tudományok egyetemeként 60 partner közreműködésével egyre nagyobb hangsúlyt kap a duális képzés is. A 2019-2020-as tanévtől a gépészmérnöki, a mezőgazdasági és a légiközlekedési képzést angol nyelven is indítják, a magyar nyelvi oktatás pedig a külföldi hallgatók számára jelent nagy segítséget. Hangzott el az oklevél átadón, amely a Nyíregyházi Egyetem legnagyobb ünnepe. Fél kilométer hosszan újul meg a Blaha Lujza sétány Sóstó gyógyfürdőn, a mellette lévő gyalog és kerékpár úttal együtt. A szegélykövek bontása, építése néhány napja kezdődött el. A munkák ideje alatt jobb elkerülni az érintett útszakaszt, számos korlátozás lépett ugyanis életbe. Marko Lógyép dolgozik a Blaha Lujza sétányon, de a lapátok sem pihennek. A Pangea Hotel szomszédságában a napokban fogtak nagy útfelújításba. 545 méteren újítunk meg aszfaltburkolatot, és 305 méteren a gyalog és kerékpárutat. Jelenleg a szegélyépítési, szegélybontási munkálatok zajlanak, illetve már a sétány kerékpárútnak a bontása is elkezdődött. Várhatóan július elején kezdődhetnek meg az aszfaltozási munkák.
Mint ahogy azt a táblák is jelzik, útszűkületre, ideiglenes forgalomterelésre és 30 km/órás sebességkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Az egyirányú úton emellett hétfőtől péntekig tilos megállni és várakozni. A hétvégén ugyanakkor szünetel a munkavégzés. Az autóval és kerékpárral közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt, ha nem célforgalommal közlekednek, lehetőleg kerüljék el ezt a szakaszt és válasszanak más útvonalat. A városban egyébként nem csak itt, hanem sok helyen zajlik útfelújítás. A célunk az volt, hogy a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását elősegítsük, valamint a közlekedésben minden részvevő számára biztonságos körülményeket teremtsünk. Forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani a munkálatok alatt. Ezeket rendszeresen a sajtón keresztül közölni fogjuk, és kérjük a lakosság türelmét. Sóstoranyáról rengeteg turista érkezik, akik nem csak az útfelújítások kapcsán láthatják a városrész fejlődését és szépülését. Nemrég adták át a tó melletti parkban a megyei jogú városok ligetét, az élményfürdő mellett pedig már befejezéséhez közelít az új 4 csillagos szálloda építése. Jeszenszky András lesz az ellenzék polgármester jelöltje Nyíregyházán. 6 párt és 2 civil szervezet összefogásával szeretnék elnyerni a városlakó bizalmát, és országosan példát mutatni, hogy létezik emberséges politika. Hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón. A polgármester jelölt a 20 éve politikai pályán lévő, 4-szer egyéni választókörzetben is nyert MSZP-s pedagógus. A polgármesternek pedig a jobbikos Lengyel Mátét jelölte a szövetségben Nyíregyházáért összefogás. A tagok csapatként akarnak gondolkodni, céljuk a keresztény értékek, a fiatalos lendület megőrzése, a környezetvédelem és az alkotó tevékenység támogatása, és visszautasítják a korrupció minden formáját. Már közel egy éve dolgozunk azon a közös programon, amelyet a városlakók elé terjesztve és a városlakókkal közösen kívánunk egyrészt olyanná formálni, hogy egy igazi, valós program lehessen, és valóban az ő érdekükben velük közösen végre tudjuk hajtani. Nagyon fontosnak tartjuk tehát a nyitott kommunikációt, a párbeszédet a városlakókkal ennek a szövetségnek a tagjaiként. Újabb rekordot állított fel Dombrád a 19. csülkös napon. 3 napos munka után a település felállította a legtöbb könyvből megépített piramis rekordját pénteken. Nem sok olyan település van Magyarországon, ahol sorozatban 10 csúcsot is jegyzőkönyveztek egymást követő években. A szabolcsi város különlegesnek számít ebből a szempontból. A felépült bástya 2 méter 72 cm magas lett, és több mint 4000 könyvből áll. 4400 könyvből áll, és összesen a könyvek, amelyek a körgyűrűt alkotják, 103 rétegben kerültek fölrakásra egymásra. Én azt gondolom, hogy teljesen megérdemli a rendkívüli emberi teljesítmény meghatározást. Az a rengeteg sok munka, amelyet az utóbbi 2 napban a tegnapi vihar, illetőleg a természeti katasztrófa ellenére a dombrádiak és az építésben résztvevők végrehajtottak. Így néz ki az a bástya formájú torony, amiről Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora beszélt a dombrádi csülkös napok megnyitóján. Dombrád ezzel felállította a 10. rekordját is. A bástya alakú toronyban egy bebújó nyílást is kialakítottak, így belülről is megtekinthették az érdeklődők az új rekordot. Dombrád igencsak kiemelkedik a magyarországi városok közül. Nem sok olyan település van Magyarországon, ahol közel 10 magyar rekord került sorozatban minden évről évre, minden évben egymás után felállításra. Van néhány olyan település, nagyobb város, aki szintén saját rekord típussal jeleskedik. Az egyik ilyen például az újraélesztéseknek a rekordkísérlete, de én azt gondolom, hogy az egyik legkülönlegesebb sorozattal mégis Dombrád rendelkezik, hiszen volt itt már palacsinta rekord, ami a gasztronómiához köthető, aztán volt közös éneklés, volt környezetvédelmi üzenet, hiszen petpalackokból hajó tutajt is készítettek, és most pedig valami egészen különleges építményt látunk itt a hátunk mögött. Korábban még nem volt ehhez hasonló Magyarországon, így új rekordtípust is állította a város. A torony felépítéséhez semmilyen kötőanyagot nem használtak, mindössze a 4400 könyvet. Úgy gondoltuk, hogy
hogy még ilyen nincs Magyarországon, és nem kell megdönteni, hanem mi állítjuk fel az első magyarországi rekordot. Könyvtornyot építettünk 4000 könyvből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a lakosságtól is kaptunk, aztán a könyvtárunkból az apasztott könyveket, de a Nyíregyházi megyei könyvtárból és a Kisvárdai városi könyvtárból is kaptunk könyvet. Az elmúlt évekre jellemző, hogy egyre nagyobb számban vannak kulturális üzenetet tartalmazó rekordkísérletek. Az önálló magyar rekord adatbázisba az elmúlt két évtizedben közel 1000 rekordot jegyzőkönyveztek. Sok esetben külön szakembereket is felkérnek a hitelesítéshez. A Dombrádi torony építésében részt vettek a közművelődési intézmények dolgozói és a lakosság is. Háromnapos munka eredménye az elkészült rekord. Ez is egy közösségépítő tevékenység, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a megye marketingnek is a része, hiszen hogyha rekordokról hallunk, akkor arra általában mindenki felkapja a fejét, és mindenki kíváncsian mondjuk az internet világába rákattint, hogy mi is történt, és hogyha azt látják, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen, Dombrádon történik, akkor természetesen azzal a megyét is népszerűsítik, és hát egyébként nagyon örülünk annak a kreativitásnak, ami itt Dombrád városban van, hiszen azért 10 világrekordot már tartani, illetve megdönteni, azt hiszem, hogy az nem kis teljesítmény. A könyveket Dombrád kárpátaljai testvértelepülésének, Jánosinak ajándékozták a csülkös napok után. 19. alkalommal szerveztek Arató napot Tiszaeszláron. A településen idén a szélsőséges időjárási körülmények miatt nem tudtak kimenni a külterületre aratni. Az Ádám kertben egy cséplőgépen mutatták be a gabona feldolgozását. A helyieket és a környékbeli településekről érkező vendégeket egésznapos programmal várták. Szent uralkodó, mindenható atya, örök Isten, kegyeskedjél megáldani ezen kenyereket szent lelked áldásával, hogy mindnyájan, kik ezekből táplálkozni fognak, lelki üdvösséget, testi épséget, minden ellenséget szándék ellen hatatós védelmet nyerjenek. A mennyekből alászálló, a világnak életet és üdvösséget adó Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a szent élekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindenkor, örökkön, örökké. Amen. Megáldatnak és megszenteltetnek ezen kenyerek, a szent élek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Bashalmon a Jézus szíve kápolna szabadtéri oltáránál szentelték meg az új kenyeret a 19. eszlári aratónapon szombaton. A településen évek óta hagyomány, hogy szerveznek egy közösségi napot, ami a helyieknek és a környékbelieknek szól. Az idei aratónapon az időjárási körülmények miatt nem tudtak kimenni aratni a résztvevők, a rendezvény helyszínén mutatták be a cséplőgép használatát. A cséplőgépbe kézi erővel helyezték el a cséplendő szálas gabonát, amit előzetesen kézzel kaszáltak le a tiszaeszláriak. Tiszaeszláron 3200 hektár föld borítja a környező, tehát hogy a településnek ennyi a mezőgazdasági földterülete, ez még a TSS időkből van az én fejemben. Tehát itt nálunk, miután egy közepes kategóriájú földterületek vannak, kukorica, napraforgó és búza és egyéb gabonaféleségeket termelünk, termelnek az itt élők, tehát tulajdonképpen nagyon fontos a búza is, meg a annak a feldolgozása is. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy fontos a mindennapi életben, a búza és ennek a betakarítása. A 19. eszlári aratónapon számos program várta a helyieket. Volt mazsoret bemutató, a vendégeket ebéddel várták, a színpadon fellépett Újvári Marika nóta énekes, de volt vidám park és kirakodó vásár is, valamint ingyenes egészségügyi szűréseket is szerveztek a településen szombaton. A Nyíregyháza Spartacus kapus edzője Tuska János a 35 év felettiek mezőnyében megvédte első helyét a Szegeden megrendezett Kapus Háború nevű rendezvényen. A Bozsik Akadémia hálóőre, Szondi Levente a harmadik helyen végzett az U14-es korosztályban.
Szegeden 8. alkalommal rendezték meg a kapusháborút, amelyen a hazai futballcsapatok hálóőrei versengenek egymással. Nyíregyházáról 4-en neveztek a speciális vetélkedőre, a Spari kapusa Nagy Máté és kapusedzője Tuska János címvédőként érkezett a Tisza partjára. A siker ezúttal sem maradt el, egy első és egy harmadik helyezéssel tért haza Szegedről a nyíregyházi különítmény. Nagy Mátének nem sikerült a címvédés, csoportmérkőzések elég erős csoportba került. Talián Laci úgy szintén a csoportmérkőzéseknél végzett el. Szondi Levente megvédte úgymond a tavalyi harmadik helyét, és itt én is harmadik lett. Valamint én megvédtem a címemet a plusz 35-ös korosztályba, tehát győztem. Kialakulnak az erőviszonyok egy-két forduló után, és az éppen aktuális ellenfélre váró kapus az mindig próbálja nézni a soron következő ellenfelét, hogy ki hogyan is lő. Ugye itt nem csak a védési technika az, ami fontos, hanem a lövéseknek a minősége is, úgyhogy elég sokan összegyűlünk egymásnak a meccsén, és próbáljuk elemezni a látottakat. De igazából ez egy játék, és nagyon sokan, illetve nem is nagyon sokan, hanem a legtöbben így is fogjuk föl. Persze a dicsőség az mindig jó, de összességében véve ez egy nagyon jó hangulatú játék. A kapusháború indulásakor újdonságnak számított, mostanra azonban beépült a futballkapusok nyári programjába. Az első kapusháborún összesen 12 regisztrált versenyző volt, akkor még nem is voltak korosztályok. Most már 162-en jelentkeztek, tehát maximalizálni is kellett a létszámot a lebonyolítás érdekében, ugye ez egy egynapos rendezvény. És amint már említettem, most már különböző korosztályok vannak, ugye a hölgyek is képviseltetik magukat, úgyhogy ez egy egésznapos rendezvény, nagyon, nagyon színvonalas és egy nagyon jó hangulatú torna ez, vagy napja ez az évnek. Én azt gondolom, hogy nagyon sok visszatérő kapus van, illetve vannak újak is, de maga a hangulata és a lebonyolítás az egészen felemelő érzésekkel tölt el bennünket. A kapusháborún meghívott vendégként bemutatót tartott Jova Levente, a Nyíregyháza Spartakusz első számú kapusa is. Tuska János rajta kívül Nagy Mátéval és Csorvási Tamással foglalkozik a Spari edzésein. Most pedig iradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Tiszalökön ülésezett a megyei közgyűlés, ahol elfogadták a képviselők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Adó- és Vámigazgatóságának tavalyi évre vonatkozó beszámolóját. A NAV egyre inkább a szolgáltatói szemlélet irányába tereli tevékenységét, mellyel célja többek között a versenyképesség növelése, valamint a fekete gazdaság visszaszorítása is. A közgyűlés tiszalöki ülésén számos napirendi pont között igennel voksolt még Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új területrendezési tervének előkészítésére is. Közel 600 végzős hallgató közül 360 vett át diplomáját szombaton a Nyíregyházi Egyetem oklevél átadó ünnepi szenátusi ülésén. Az intézmény minden lehetőséget megad a hallgatóknak ahhoz, hogy sikeres nyelvvizsgát követően hozzájussanak az oklevelükhöz. Részt vehetnek a diplomamentő programban, valamint szaknyelvi és általános kurzusokra várják a hallgatókat évközben, de nyáron is indítanak tanfolyamokat. Fél kilométer hosszan újul meg a Blahalújza sétány Sóstúl-Gyógyfürdőn, a mellette lévő gyalog és kerékpárúttal együtt. A szegélykövek bontása, építése néhány napja kezdődött el, a munkák ideje alatt jobb elkerülne az érintett útszakaszt, számos korlátozás lépett ugyanis életbe. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták július 1-én hétfőn friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn este gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a délnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Kedden estig a fátyol és gumoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. A következő napokban általában több órára kisüt a nap, emellett fátyol, illetve gomoly felhőkre is számíthatunk, helyenként előfordulhat záporeső, zivatar. A hőmérséklet a sok évi átlag közelében várható.